Nå ser vi på hva Drake nå på tirs. Drake Hall. Det har vi gjort. Én ment el, mentél. Tudjok, én már rohanok a hologramokhoz. Hát én először... jövök videózni. Csak lesz videója, mint... Na, ennek jó hang. A viszkes videónak akadt a hangja. Drake interpretation. In a dangerous galaxy, who can you trust to watch your back? Drake's cutlass blue lets you take the law into your own hands. With all the attitude you expect from a cutlass, formidable suppression options offering a range of lethality, supercharged thrusters, plus an integrated... A hologram viszont ez nagyon pontos. Az a lényege. No. Megyek most én is. Dream Caterpillar. Új, ez a szegény Heraldot ilyen előtérbe hozni. Nem? Na, hogy van? Itt van. De jó, itt van az oldalán a Dokkén kullák. Majd így elmegyek én is megnézni, csak én már sorba megyek. Szélefen megnézem a hajókat, aztán majd lemegyek. Csúnya kis Heraldunk. Hát ezt a... muszáj, akkor se bérelném ki. Kis csúnyaságunk. Hologramról lemaradtak a fegyverek. Még szép, hát nem lehet lespoilerezni. Kis Caterpillar. Ilyen nem megvan, azért nem bérlek. Még a kis bukan ír. Cutlass Blue. Nem is figyeltem, hogy a Blue-nak más az üvege. Ilyen alien fejes formás lekerekített. Azt nagyon eltalálták szerintem. Tiszta alien fej, ja. Itt vannak benne a bünti kabinok. Tiszta ilyen kizózi. Érdekesen áraszták be ezeket a dolgokat. A kék Caterpillar kamó az 8,2 euró, a fehér az pedig 12,1. Na de hogy mi közte a különbség úgy? Semmi. Egyik színre többet kell fizetni. Hát nem értem ezt a logikát most így hirtelen. Megnézted, mindegyiknek ilyen volt még minden nap. Pedig a kék az még jobban is néz ki. Ez mondja, mindenkinek más az ízlés. Várjunk, egy blue-t kibérlünk, ha majd vagyok.
De miért nem fekete vagy? Miért ilyen elbaszott szürke? Ami már majdnem fehér. Nem tudom, még igazából földobhatták volna a izészként is. A Best in the Show-osat vagy valamit, vagy a kalózosat. A kalózokat az biztos, hogy nagy szerepe lett volna a dolognak. Direkt nem rakják ki. Hogy az populáris, az mindenki szereti. Azért nem rakják be? Hát most egy picikét elégedett vagyok. Hello. Csóra. Hát jó. Mi? Ege bevásárolt. Ja, most már drékes lett Origin-ről. Nagyon jó fejlődik a gyerek. Ne, megfertőztétek. Nem szabad velük ennyit játszani, Ege. És képzeld, mit vett. Lefog, mit vett? Még két Kraken. Összes drékhajót, amit. Megvette annak csomagot. Elvisztek a rosszból, Maxiék, Ege, nem ez, ez nem rossz, hát ez a jó. Nyugodj meg, fehér lesz. És rájössz, hogy vagy Origin. Igen. Origin tiszt az oldalára. Igen, mert ezt mondtuk neki mi is egyből. Mesték szóróval felfújja. Védi ki ide, ez jó. Igen. Nem lesz el Origin-es, akkor már csak egyedül én meg a Peti leszünk Origin-esek. Na jár, Peti az minden is. Hát is, de ja. De 8-90 fan. Hát, amikor kijött, nem úgy hallottam, elátkoztam. Hát jó, hát igen, annyira nem tetszik a belsejének, de azért pozitív. Kívül se, hallottam, figyelj, volt olyan 3 napon át folyamatosan mondta róla, hogy hát az csillagroboló lett. A belső eszközöket, meg a belső anyagválasztásra mondta, hogy nagyon szar lett. De jó az a top. Szerintem jó lett, eltalálták. Mondja ezt egy Origin fan. Aki drékhajókat vett. Hát most erre futott a jetled, ez dobta a gép. Igen. Itt vannak a dragonfly-ok. Na, mi megnézzük a hologramokat. Ott a Kraken. De azért most néztem a Starlifternek a... meg a Herculesnek a videóját, és azért mennyire... szenyók itt a cégnél, hogy olyan videót raknak be, mint hogyha a C2 bent lett volna a, ja, igen. A terembe. Tisztára bezsongott a jó nép, erre hát nem volt benne. Sehogy semmi. Hát figyelj, ez nem zsongott be, mi teszteltük előtte. És tudtuk, hogy nincs benne. Én már ezt felvettem egy héttel ezelőtt. Meglepet, tudom, de hát meglepetések attól még lehetnek. Meg még lesz is, remélem a... Hát Origin-nek, a Origin eresőnél várjuk, igen. Hát az is nagy meglepetés, hogy bepréselik oda azt a Jump 890-et. Ez is jó néz ki, ez melyik? Ez a Kraken vagy ez melyik? Aha, ez a Kraken. Ja, ez a szállító, ugye? Reptér van a tetején, ugye? Leddig pedek vannak, ugye? Hát ez nagy csatahajó. Nagy csatahajó. Ebből van boltos verzió. 50-60 fővel megy ez, mennyi? Nem tudom. Hát ugye azt tetszik a hajtóműve. 10 akárhány főtől kezdhetünk. Csak 10 akárhány fő, ezt elviszem. Szép. Hangár, 01, 02. Szép nagy dűfőhajó lesz. Milyen jó, megcsinálták, hogy itt van kint oldalt a szélére rakták ezt a docking kollát. És nem öltöztél a nem öltöztél a drébát. Fúj! Fúj! De várjál! Ha megnézed, ez a docking kollárhoz vezető folyosó olyan, mintha egy katerpillár lenne beleheggészve. Jó, hogy végre lecsöljötték a hologramokat ilyen rendes hajótestekre. Ja, jó néz ki nagyon. Ami remélem, ez azt is jelenti, hogy már ilyen fázisban haladnak, hogy kívülről el van készülve. Hát nagyon részletesen néz ki, sokkal jobban néz ki, mint amilyen egyébként a képeken van. Biztos, mondjuk az előfizetősöknek egész pontos képeket adtak most nemrég. Komoly kis hajó. Milyen előfizetősöknek? Subscribe-oknak, ha? Suboknak, ha? Azon is egész csillivili, de igen, nem olyan, mint itt. Na jó, nem lesz rossz. Mi van még itt? Oho, Vulture.
Ez is repairing lesz, vagy mi lesz? Nem, ez a szalavics hajó. Ez a bezúzó. Bezúzó. Repairing. Persze, hát ez szerint a roncsok. Ja. Oda, majd itt, ahol két karja közé beszívja a cuccot. Azt ott majd bezúzza, vagy valami. Kis múltúra. Jó, de hát, hogyha rossz helyen áll, akkor a másik nagy hajó az ledúrja, hát ez elég kicsi, nem? Hát ez pont az a lényeg, ez a kezdőhajó, olyan, mint a Prospector, meg a MOL, érted? Ez a kezdője, ez volt, ez lesz, ami elsőnek elkészül. Ugye a reclaimért nem veszi észre véletlenül, azt akkor vagy beszippantja. Hát, járhat úgy, igen. Járulékos veszteség lesz akkor. De ez is elég részletgazdag volt azért. Ez meg a Korzair. Korzair. A felderítő hajója. Na, mennem kell majd, jövök még. Csau, csau. Oké, csúi. Jó. A brékek amúgy egész érdekesen bánnak a színekkel. Az alsó kargó részt az beszínezték szépen citromsárgára. Fönt a kapitányi híd mögött meg hagytak egy hatalmas nagy fehér részt. Na, szuper. Igen. Akkor akár az majd oda baszós lesz, mikor megjön. Hát, nem bírsz betelni vele, folyamatosan nézed, mióta megvan. Nézni a részleteket, hogy mit, hogy alkotnak rajta. Hagyja. Kell olvasni a leírását is. Ez a része tetszik nekem a legjobban még, ahol itt ugye a két oldalán van ez a kivezető rész a docking kollárhoz. Olyan, mint hogyha két caterpillar lenne oda heggesztve. Hogy nézem ezeket az oldalsó kisebb landing padokat. Szerintem azok a kerek dolgok, azok nem csuklók, hanem üzemanyag tartályok. Nem fizet. Hát vannak alul nagy hangárok. Mert ugye volt egy olyan beszélgetés, hogy láttuk, hogy ott vannak ilyen kis gömbcsuklószerűségek, vagy valami hasonlók. De most innen, azok üzemanyagtartályoknak néznek ki. Megmondom őszintén, innen semmilyen gömbcsuklót nem látok már. Nem úgy néznek ki, mint ami felhajtató lenne. Meg elvileg ugye ezt tudja a hajó, hogy refuel, repa, ér, meg feltölti fegyverekkel. Tehát... Ja, ezen az oldalt vannak. Viszont azok tényleg tartályok, hát kettő is van belőle. A régi képeken nem lehetett rendesen látni. Hát duplán van. Ha, jóféle. Én eddig meg még azt hittem, hogy az volt abban a szerencsé, hogy lemaradtam az Indiszről. Ugye? És mennyivel jobb a drékhajó? Főleg úgy, hogy olcsó pakban és kettő is van. Na, szuper.